Well, I better not stand in front of the screen. Okay, well, first of all, thank you all very much for coming. Nagyon köszönöm mindenkinek, köszönöm mindenkinek, hogy eljött. And some of you know the work that I do, but for those who don't, I'm based at the University of Oxford in the UK, but I'm also connected to the University of Trondheim, the Karolinska, and many other universities around the world. Azok, akik nem ismernek, vagy azok számára, akik nem ismernek, elmondom, hogy én az Oxfordi Egyetemen dolgozok, de több más egyetemmel, mint a Karolinska Egyetemmel, a Trondheim Egyetemmel is kapcsolatban vagyok, és velük is együtt dolgozom. And I'm part of a network, an international network of scientists who focus on the mechanisms of aging and how we can change them. Egy olyan tudományos kutató hálózatnak vagyok a tagja, akik a világ különböző pontjain az öregedéssel és az öregedés kutatásával foglalkoznak, és hogyan tudjuk ezt a folyamatot megváltoztatni. Now, humans have always been interested in aging, and in particular how to stop it, or perhaps even to reverse it. It's been a dream for centuries. Évszázadokon keresztül egy álom volt az, hogy megállítsuk az öregedést, vagy visszafordítsuk az öregedési folyamatokat. And we are getting very close to finding an answer to this dream. Nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy egy választ adjunk erre az álomra. We can't stop the whole aging process, but we can slow many parts of it, and we can reverse many aspects of it also. Nem tudjuk megállítani az öregedés folyamatát, de le tudjuk lassítani, és bizonyos tekintetben meg is tudjuk állítani a folyamatot. So all of the science that I'm going to present to you today is based on the scientific literature. All of this has been published in many different laboratories. It is no longer radical. It is becoming mainstream. Mindazok a tények, amelyeket most megmutatok, tudományos szaklapokban lettek publikálva, laboratóriumok dolgoztak ezeken az eredményeken. The science has another name. We sometimes call it gerosuppression, but what we are talking really about is the chemistry of youth and how to hold on to that and how to recapture it. Valójában amiről most beszélni fogunk, az a fiatalság kémiája, hogyan tudunk ehhez kapcsolódni és hogyan tudjuk ezt megvalósítani. Now some of you have seen this background. We're not a healthy nation, we're not a healthy world. We've created a lifestyle, particularly in the West, particularly in the cities, which is killing us. Mint ahogy már látták ezt a háttérdiát, vagy ezt a diát, vagy, nem vagyunk egy egészséges nemzet, nem vagyunk egy egészséges világ. Olyan környezetet teremtettünk magunk körül, amely beteggé tesz bennünket. Almost all of the signs are negative. Everywhere you look, almost every kind of disease is increasing in frequency, and we are seeing it occurring in younger and younger groups of people. In other words, the aging process appears to be accelerating. Azt látjuk, hogy az öregedési folyamat felgyorsul, és minden olyan betegség és folyamat, ami korábban idősebbekre volt jellemző, fiatalokban is jelentkezik. I can list these different diseases if you want, but I think you're familiar with them. Felsorolhatnánk ezeket a különféle betegségeket, de valószínűleg önök mind ismerik ezeket. And we're seeing increasing pathology in young people as well. So the acceleration of aging is affecting not just adults, but our children as well. Fiatalokban és gyerekekben is találhatunk olyan folyamatokat, amelyek valójában az öregedésre jellemzőek. Part of the reason for this is that we have created a lifestyle, especially in the cities, which is very inactive, and it is making us less and less physically fit. Ennek egy aspektusa az, hogy olyan életkörülményeket alakítottunk ki, főleg a városokban, amelyek fizikailag rendkívül passzívá tesznek bennünket, nem vagyunk aktívak. And this paper, which was published in the European Journal of Preventive Cardiology only 3 months ago, was a wake-up call. It really rang alarm bells in medical circles all across the world.
Ez a cikk, amelyből ez idézett, látható a kivetítőn, 3 hónappal ezelőtt jelent meg a preventív kardiológia újságban, a European Cardiological Prevention tudományos szakfolyóiratban, és ez egy felébresztő cikk volt. I talked about the acceleration of aging, and this is really a more detailed and mechanistic way of looking at it. You can look at physical strength, you can look at stamina, resting heart rate, diastolic blood pressure. Many, many signs and symptoms of metabolic and physical aging have been accelerated so much that adults today are 15 years older biologically than their parents and grandparents were at the same age. Ez a publikáció arról szól, arról a hírt, hogy azok a folyamatok, amelyek a szüleinkben, nagyszüleinkben sokkal lassabban mentek végbe, izomtömegvesztés, metabolikus változások, gyakorlatilag 15 évvel korábban jelentkeznek. Tehát vagy a mi populációnk, az 15 évvel idősebb biológiailag, ugyanabban az életkorban, mint a szüleink, nagyszüleink voltak. So, are things going to get better? No. On all the current projections, everything is getting worse. So we're expecting to see more diabetes, more Alzheimer's, more cancers. If you think the picture is grim at the moment, everything is getting worse. So this is a very bleak backdrop. Minden paraméter és minden dolog egyre rosszabbá válik. Azt gondolhatnánk, hogy javulni fog a helyzet, de minden dolog, statisztika azt mutatja, hogy nem javul, hanem romlik minden tekintetben. And for those of you who are concerned about sources, it's from The Lancet from 2 years ago. All of these quotations are taken from leading peer-reviewed journals. These are establishment clinical views. Ezek a kijelentések és ezek a tények a legnevesebb orvosi tudományos folyóiratokban jelentek meg, mint például a Lancetben 2011-ben. We already have a situation where the healthcare system is obviously failing. It has failed, many people would say. And when you look at what the experts predict for the next generation, based on this terrible lifestyle that we're living, we're dead. We're all dead. The healthcare system is gone. Even if the economy was positive, but in case you hadn't noticed, it's not. Az egészségügyi ellátórendszer még akkor is, ha a gazdaság szárnyalna, ami nem jellemző, akkor is azt mondhatjuk, az egészségügyi ellátórendszer kudarcot vallott, teljesen képtelen arra, hogy kezelje azokat a népegészségügyi problémákat, amelyek ma megjelentek. One of the things that you have to understand is that all of the money that we spend on medicine is not spent on helping people to be healthy. Almost all of the money that we spend in healthcare is spent on extending the process of dying. Azt kell megérteniük, hogy mindazok a pénzek, amelyeket az egészségügyben felhasználnak és elköltenek, azok nem arra fordítódnak, hogy egészségesebbé tegyük az embereket, hanem arra fordítódnak, hogy a haldoklásnak a folyamatát még bonyolultabbá tegyük. And that's why when you look at the amount of money each country spends on healthcare, it has no relationship with health. It has no relationship to life expectancy. Ha megnézzük az adatokat, azon országok adatait, akik egészségügyre költenek, és megnézzük a kiadásokat, láthatjuk, hogy semmi közük a kiadásoknak az egészséghez és az ottani emberek egészségi állapotához. We don't really have a healthcare sector. What we have is an industry, and I'm afraid a medical profession that largely focuses on the management of death and dying. Nem egészségügyi ellátórendszerrel rendelkezünk, hanem egy olyan szisztémával, amelyek a haldoklás és a halál menedzsmentjével foglalkozik. Now here are some of the problems that we have to deal with. This is one of the reasons why we are so sick and why we are getting sicker. I don't mean to attack McDonald's and I don't mean to attack Coca-Cola. I'm attacking all of them. Nem akarja, ez az egyik oka annak, amiért ezt mondhatjuk, és nem akarja megtámadni a McDonald's-ot vagy a Coca-Cola-t, kifejezetten az összes ilyen típusú céget támadja most ezekkel a mondatokkal. Obviously, the more products they sell, the more profits they make, and they're not concerned with our health, they're only concerned with profits. So they've helped us to increase our appetites for their terrible products. Look at the increase in size in the beverages that they sell over a very short period of time.
nagyon rövid idő alatt nagy drámai mértékben fokozták ezek a cégek az étvágyunkat azon ételek és italok iránt, amelyeket forgalmaznak, és ez nagyban hozzájárult ehhez a helyzethez. And it's not just Coca-Cola. If you look at the way in which the food industry in general has developed products for the market today, they're not selling us healthy foods at all. They have created a universe of foods azok, which looks as if it's like a lot of different foods, but when you drill down, what you find is behind all of these different brands that fill the supermarkets, there's only 8 or 9 companies, multinational companies, that produce all of this. A cégek, pontosabban még utalnék az előző mondatokra, azok a termékek, amelyeket láttunk, egyre nőnek méretben, természetesen nem lettek egészségesebbek. És ha megnézzük azt, hogy azok az élelmiszerek, amelyek a szupermarketjeink polcait elárasztják, azok a márkák, amik kívül vannak, és lehet, hogy őket nem is ismerik, de ha haladunk a központ felé, akkor azt veszük észre, hogy az egész élelmiszeripart 8-9 nagy cég tartja a kezében. And behind this small number of companies, there is an even smaller number of companies that dominate the global agricultural sector. És ezen néhány 8-9 szűk körű cégen kívül, ha megnézzük, hogy a mezőgazdaságot kik irányítják, ott még kevesebb céget találunk a központban. Now you're wondering, when will I start to talk about the chemistry of youth? Azon gondolkodnak most, hogy igazából a fiatalság kémiájáról kellene neki beszélnie. But before we can start to talk about the chemistry of youth, we must escape the chemistry of aging. De mielőtt el tudunk kezdeni beszélni a fiatalság kémiájáról, előtte meg kell értsük az öregedés kémiáját. And this chemistry is universal because this small number of companies and another half dozen agricultural companies control so much money that they also control your government. Yes, even the Hungarian government. They certainly control the EU, they control North America, they own the medical profession, and they own the politicians and regulators. Azok a cégek, amelyeket itt látunk középen, és ez a néhány mezőgazdasági cég, aki a kezében tartja a teljes élelmiszeripart, olyan sok pénzük van, hogy kontrollálja a kormányokat is. Igen, a magyar kormányt is, és az Európai Unió kormányait is, és az Egyesült Államok kormányait is, és kézben tartja az egészségügyet, és az orvosi hivatást is. Now you know that every country now has an agency that has the authority to look at issues of food safety. Food? Food safety. Okay. Minden országnak van egy olyan hivatala, ügynöksége, ami az élelmiszer biztonságáért felel. That's supposed to protect you. Ennek kellene önöket megvédenie rossz élelmiszerektől. But it doesn't. They have betrayed you. De nem ez történik, az ellenkezője történik. They will tell you, for example, that this food is safe, that that food is safe, that this food is safe. Well, strictly speaking, they are right. Azt mondják önöknek, hogy ez az élelmiszer biztonságos, meg ez az élelmiszer biztonságos, vagy az biztonságos. És bizonyos szempontok szerint abban a kérdésben igazuk van. But the total environment is toxic. It is disease causing. De az egész környezet az toxikus betegségeket csinál. And we can be very specific about this. We know how it is toxic. Because nagyon specifikusak lehetünk ebben a kérdésben, meg tudjuk mondani, hogy hogyan mérgez bennünket. It contains an electrolyte ratio that is pathological. In other words, too much sodium, not enough magnesium, not enough potassium. Egy olyan elektrolit változást okoz, sóháztartás, só- és vízháztartás változást okoz a szervezetben, amely ellene dolgozik az egészségnek. Túl sok nátrium, kevés magnézium és kálcium. This is the reason why. És kálium, bocsánat. Okay. This is the reason why more than half of all adults have clinical or preclinical hypertension, and it is a major cause of heart attacks and strokes. Ezért van az, hogy a felnőtt lakosságnak több mint felének vagy enyhén emelkedett, vagy magas vérnyomása van, amely szívbetegséghez, halálhoz vezethet. But this environment, this food environment, is toxic in many other ways as well. For example, it has a pathological omega-6 to 3 ratio. It's full of plant oils, and it contains
almost no of the omega-3 oils that we need and usually obtain from oily fish. There's no oily fish here. Más szempontból is toxikus ez az élelmiszer környezet, például patológikusan befolyásolja az omega-6, omega-3 zsírsavak arányát. Nagyon sok telített zsírsav van benne, de gyakorlatilag nincsen benne többszörösen telítetlen vagy telítetlen omega-3 zsírsav, ami az egészséget szolgálna. When the 6-3 ratio is too high, you have chronic inflammation. When you have chronic inflammation, you have cancer, dementia, heart disease, osteoporosis. All of the degenerative diseases follow. Ha az omega 3-6 arány az megváltozik, növekszik, akkor krónikus gyulladás indul a szervezetben. A krónikus gyulladás pedig az alapja, a talaja a degeneratív betegségeknek, mint a szívbetegség, daganatos betegségek, Alzheimer-kor. But this environment also, at the same time, contains a pathological lack of a very important kind of nutrient called polyphenols. And that makes this environment even more pro-inflammatory. Egy nagyon fontos tápanyag szintén hiányzik ezekből az ételekből, mégpedig a polifenolok, és a polifenolok hiánya az egyébként az előbb említett okokat is még súlyosabbá teszi. It contains a lack of prebiotic fiber, which means that the bacteria in your gut also become pro-inflammatory. Prebiotikus rostok sincsenek ezekben az élelmiszerekben, ezért az önök bélflórája szintén begyullad, nem kapja meg azt, amire szüksége van. An abnormal and pathological lack of 1,3-1,6 beta glucans, which always used to be in the food, they're gone now, and that makes you vulnerable to cancer, to infection, to allergy, and more inflammation. Az 1,3-1,6 beta glucanok is hiányoznak ezekből az élelmiszerekből, amelyek korábban benne voltak a táplálékainkban. Ez sérülékenyé teszi az immunrendszert, allergiát, daganatos betegségeket válthat ki, hozzájárulhat ezen betegségek kialakulásához, és még több gyulladást kelt. And because many of these foods are produced at high temperatures, because they have to be produced quickly, the high temperature processes create compounds called ages and ales, and these cause even more chronic inflammation. Mivel ezek az élelmiszerek zömében gyorsan készülnek, akár az üzemekben, akár az éttermekben, magas hőmérsékleten gyorsan kisütött ételekről van szó, ezért olyan molekulák, molekulacsoportok alakulnak ki bennük a hirtelen magas hőhatására, amelyek tovább fokozzák a gyulladást a szervezetben. So if you live inside this food universe, which is forced onto us by industry, by the multinationals, and by the corrupt and idiotic politicians who they purchase, of course you get chronic inflammation. Of course you develop degenerative disease. Ha önök ebben a táplálék univerzumban élnek, és ezekkel a táplálékokkal táplálkoznak, amelyeket a, bocsánat, de ezt a szó használt, az idióta politikusaink engednek és támogatnak, akkor természetes, hogy ilyen betegségek alakulnak ki. Health and politics have always been very closely intertwined, and never more so than today. Today we are suffering from a terrible combination of bad health and bad politics. A politika és az egészség az mindig összekapcsolódott a múltban is, de ez a kombináció most még rosszabb, mert a rossz egészség kombinálva van a rossz politikával. So what does that do to us? Well, you may recognize some of these figures. Ismerik ezen személyek valamelyikét? They're Hungarians. They're part of the American-Hungarian Association, so there is a couple of politicians in there. Magyar és Hungarian and American Association. Yeah. Magyar és amerikai együttműködést képviselő emberek láthatóak itt, tehát magyarok is vannak a képen. But because our politicians are so ignorant, they suffer in the same way that we do. They do not see, they do not understand what a toxic environment they have created. And so, in a sense of poetic justice, they develop the same illnesses, the same unnecessary diseases that we do. Ezek a politikusok annyira ignoránsak, nem érzékenyek ezzel a dolgokra, hogy ugyanazokban a betegségekben és ugyanazokban a problémákban szenvednek, mint amelyeknek a kialakulásához ők maguk is hozzájárultak. And like us, they are crushed by the food from above,
and they are treated by toxic pharmaceuticals from below. We kill a lot of our patients. No wonder the population is so desperately unhealthy. No wonder our healthcare costs are outstripping our ability to pay them. Imént látott politikusok is ezeket ebben az ételkörnyezetben élnek, és ezekkel a gyógyszerekkel mérgezik őket halálra, és nem csoda, hogy ilyen környezetet teremtettek, és ez van most körülöttünk. So this is the politics, the toxicology and the chemistry of aging. And we need to leave this behind. Ez az öregedés politikája és az öregedés tudománya, de ezt most magunk mögött kell hagyjuk. Because if we don't, it kills us. And mert ha nem hagyjuk el, akkor ez megöl minket. This is one of the way it kills us. It destroys us physically and causes a condition known as sarcopenia. Ez az egyik módja, hogy tönkretesz minket ez a környezet. Fizikálisan leépít bennünket, ez a szarkopéniának nevezett korfolyamatnak a ábrázolása. So here is a cross section of the thigh of a young man, and this is of an older man, and you can see, although they look the same, in the older man the muscle has declined and it has been replaced by fat tissue. Ez egy fiatal és egy idősebb embernek a comb keresztmetszete, és ahogy láthatjuk, a fiatal szemében az izmok helyét zsírszövet vette át idősebb korra. If you eat the processed foods I showed you in the previous slides, that was one of the things, one of the many things that happens. Ha ezeket a finomított, feldolgozott élelmiszereket eszik, amelyeket az elmúlt diákon mutattunk, akkor ez az egyik dolog, ami önökkel fog történni. We become less active, and as we become less active, we accumulate more adipose tissue, and that creates even more inflammation, which leads to a further loss of muscle. We enter a vicious circle, a spiral. We descend into weakness, into ill health. Egy halálos spirálba kerülünk, az izomtömeg csökken, fizikálisan kevésbé leszünk aktívak, egyre több zsírszövet rakódik le, ez még inkább inaktívá tesz bennünket fizikálisan, a zsírszövet olyan anyagokat bocsát ki, ami szintén rombolja az izomzatot. Ez egy olyan ördögi kör, amiben ha belekerülünk, nagyon nehéz kijönni. So I won't go through all the details, but we can reverse all of this, all of the signs of aging, the loss of insulin sensitivity, the age-related increases in cholesterol, the increase of adipose tissue, that is the chemistry of aging. But all of that can be reversed by exercise and a healthier diet. We know this. Nem fogunk minden részleten átmenni, de azok a folyamatok, amelyek az öregedésben szerepet játszanak, a cukorérzékenység csökkenése, a életkorral összefüggő koleszterin szint növekedés, anyagcsere változások, azok visszafordíthatóak vagy megállíthatóak, hogyha fizikailag aktívak maradunk. Now, I would love the idea if when you leave here, instead of taking the car home, you should all run home. And if you live on the fourth floor, don't take the elevator, take the stairs, and throw the keys to your cars away. Just change your lifestyles completely. Of course, you can't do that. Szívesen mondaná azt, hogy innen fussanak haza, ha hazaérnek, akkor a negyedikre menjenek föl gyalog, és rohanjanak föl, dobják el az autói kulcsait, és innentől kezdve járjanak gyalog. Ezt nem lehet teljesen megvalósítani manapság. Or perhaps we could persuade you to take passive exercise. This is the result of NASA research, which says that merely putting tension on your muscles is enough to achieve almost all the benefits of exercise. Vagy olyan gyakorlatokat is végezhetnek, ami izomfeszüléssel jár, mint itt a képen, ezért fejlesztette ki a NASA ezeket a módszereket, mivel felfedezte, hogy csupán izomnak a feszülése elég ahhoz, hogy bizonyos élettani folyamatokat kiváltson. But how many of us have the time or the moral strength to even do this for very long? We don't. De hányunknak van arra ideje vagy ereje, hogy ezt hosszú távon csinálja? So this is where the chemistry of youth really begins. I've shown you what the harm comes from. This terrible food universe, our lack of physical activity. How can we reverse all of this? How can we reverse the chemistry of aging and give you once again the chemistry and the physiology and the functionality of youth? Valójában itt kezdődik a fiatalság kémiája. Eddig megmutattam önöknek, hogy az öregedés kémiája hogyan működik,
De valójában a fiatalság kémiája arról szól, hogy hogyan tudjuk visszaadni a fiatalságnak a biokémiáját, a fiatalságnak a fiziológiáját. Well, the chemistry of youth comes mostly from the natural kingdom, not from synthetics, from foods and from herbs. A fiatalság kémiája az nem szintetikus, nem a szintetikus anyagok világából jön, hanem a természet világából, gyümölcsök és gyógynövények képében. And this is a herb called jiaogulan, which is used to make a tisane or a tea, which is given to elderly people in China, Japan and Korea, and it helps to rejuvenate them in some very important ways. Ezt a jiaogulan nevű gyógynövényt keleten, Kínában, Koreában, Japánban régóta alkalmazzák teaként, idős embereknek adják ezt a teát azért, hogy megfiatalítsák őket. One of this has all been published again in very very good journals. For those who want to look at the references, I can supply all the detailed references after the talk. But the important thing is this is all in the public domain and it has been accepted by the scientific profession. Ezek a cikkek és tudományos publikációk a tudományos közösség által elfogadottak, ismert szakfolyóiratokban lettek publikálva, és nagyon szívesen odaadjuk önöknek az előadás után ezeket a referenciákat. The herb jiaogulan contains these compounds. They're called saponins. A jiaogulan növény hatóanyagai itt láthatóak, amelyeket szaponinoknak nevezünk. And what they do is they interfere or they modify human biochemistry in a very interesting way. Nagyon érdekes módon befolyásolják az emberi biokémiát. When you consume these compounds, the body understands that it is receiving exercise. Amikor ezeket a hatóanyagokat bevisszük a szervezetbe, a szervezet úgy érzi, olyan hatást kelt, minthogyha mozognának, sportolnának. I won't go into too much detail because I know that many of you are not technical, but it acts by switching on an enzyme complex called AMP kinase. Nem megyünk bele a technikai részletekbe, mert tudjuk, hogy önök között nem mindenki szakember, de azért egy bizonyos enzimnek az aktivációját meg kell említenünk, ez az AMPK enzim. This is the same critical enzyme that is activated by exercise, whether it's aerobic or resistance. Ugyanez az enzim aktiválódik, hogyha fizikai aktivitást végzünk, hogyha sportolunk, vagy azt a bizonyos izomfeszüléssel járó sporttevékenységet űzzük. The important thing is that when this enzyme is activated, you lose adipose tissue, cholesterol levels comes down, and blood glucose levels fall. Insulin sensitivity is restored. If you have diabetes, it is effectively reversed. Amikor ez az enzim aktiválódik, akkor önök zsírszövetet vesztenek, a koleszterin szintjük lejjebb csökken, a cukorérzékenységük, az inzulin rezisztencia is csökken, és a sejtek könnyebben reagálnak ezekre a hatásokra. Magyarul csupa pozitív változást okoz. At the same time, muscle becomes fitter and bone structure is improved. Mindemellett az izom fittebb lesz, és a csontszerkezet is javul. We also have very good evidence that many cancers are stabilized and are their progression is slowed or stopped. Nagyon megbízható adatok vannak arra nézve, hogy bizonyos daganatok fejlődése lassul vagy megáll, ha ez az enzim aktiválódik. So there are two things that are going on here. Firstly, the metabolic changes that occur with aging are reversed. We give you a new endocrinology for old, new metabolism for old. Azok a metabolikus változások, amelyek az öregedés folyamatára jellemzőek, ezek képesek visszafordulni. Egy olyan metabolizmust és olyan hormonrendszert biztosítanak, amely a fiatalság irányába vezet. Visszafordítja ezeket a folyamatokat. At a less technical level, muscular performance is improved and you lose fat. És egy kevésbé technikai szinten az izomtömeg nő és önök zsírszövetet veszítenek. This clinical trial was published in Obesity 3 months ago. The journal name is important because Obesity is one of the top-ranking journals in the whole life science publication sector.
az Obesity nevű tudományos szakfolyóiratban publikálták ezeket az eredményeket. Az Obesity folyóirat neve azért fontos, mert ez az egyike a legelismertebb tudományos folyóiratoknak. So this is a short study, 12 weeks, and you can see that in the placebo group there's really no changes, but in the active group you're getting significant loss of weight and body mass index over that 12 week period. A placebo csoportban nem történt változás, de 12 hét alatt mind a testsúly, mind pedig a BMI, a testtömegindex csökkent abban a csoportban, ami ezt a gyógynövény kivonatot használta. And this was in a group that was not taking exercise and that did not change their diet in any way. Ez egy olyan csoport volt, amely közben nem mozgott, nem sportolt és nem változtatta meg a táplálkozását. Then we looked at abdominal fat and you can see here in the placebo group very little change. But there's a significant reduction of abdominal fat in the active group. Ugyanezt látjuk a hasi zsír esetében, a hasi zsír a placebo csoporthoz képest szignifikánsan csökkent az aktív csoportban. And this is where it gets interesting, because one of the things that exercise does, dieting helps you to lose fat that's under the skin. But people who try to keep their shape only through dieting still have a lot of fat in the abdomen. And that's a problem because we believe that that might be quite toxic fat. És itt kezd a dolog érdekessé válni, mert akik diétáznak, akik fogyókúráznak, azok elveszítik a zsírt, elveszíthetik a zsírt a bőrük alól, de a hasi zsír az általában megmarad. Akárhogy is diétázik valaki, a hasi zsír és a has üregi zsír, ami a veszélyesebb zsír, sokkal veszélyesebb, mint a bőr alatti zsírszövet, az ott marad. The only way to lose the deep abdominal fat is either through starvation or through vigorous and long-term physical exercise. Vagy kifejezett éhezéssel, vagy hosszú távú és nagyon megerőltető edzéssel lehet elveszíteni a hasüregi zsírt. And because with this herb we are mimicking the effects of exercise, what we are seeing is a specific loss of the deep abdominal fat. You can see here, this is the visceral fat, the abdominal fat being reduced from 13565 to 11562. That's a very significant loss. There is some loss of subcutaneous fat, but mostly it's the deep fat that is being lost. Ezzel a gyógynövénnyel utánozzuk a erős fizikai aktivitásnak a hatását, legalábbis abban a tekintetben, hogy a zsigeri zsír az, mint látjuk, 12 hét alatt számszerűen is, számottevően csökken. Csökken a bőr alatti zsír is, de a hasüregi zsigeri zsír is csökken. So in this one capsule, we are reproducing exactly the effects of exercise. This is exercise in a pill. Ebben a kis kapszulában reprodukálni tudjuk az edzésnek a jótékony hatásait. Ez valójában edzés egy kapszulában. Now this has one more trick up its sleeve. There's one more thing that this compound does. De van még egy trükk, amit ez az alkotó elem csinál. It triggers a process known as autophagy. Egy olyan folyamatot triggerel, amit autofágiának, önemésztődésnek neveznek. What that means is, it tells the muscle to grow more mitochondria. The mitochondria are the powerhouses of the cell, and as the muscle grows more mitochondria, it becomes fitter. So here again, this is exactly exercise in a capsule. It makes your muscles fitter. Az izmokat nem csak olyan értelemben segíti, hogy nő az izomtömeg, hanem maguk az izomrostok is fittebbek lesznek, mert azt a parancsot adja az izmoknak, hogy több mitokondriumot állítsanak elő a sejteken belül, és a több mitokondrium az nagyobb hatékonyságot, több energiát jelent, és több elégetett zsírt is. And because you have more mitochondria in the muscle, they are burning more fuel, which is another reason why you were losing calories and losing fat. Ha több a mitokondrium, több a kohó, az energia égető központ a sejten belül, akkor önök több zsírt, több cukrot égetnek el, ezért veszítenek a testsúlyukból, a zsírból. So you could think of this product as a weight loss product. Úgy is tekinthetünk erre a termékre, mint egy testsúlycsökkentő, vagy erre a formulára, ez az aktív hatóanyagra, mint egy testsúlycsökkentő hatóanyag. Well, that's true, but it's much more than that, because it is also a treatment and perhaps a cure for diabetes, and it is also a way of reversing metabolic aging. This is the chemistry. This is the beginning of the chemistry of youth. Ez igaz, mármint az, hogy ez egy testsúlycsökkentő hatóanyag, de ennél sokkal többről van szó. Ez biokémiailag
az öregedés, a biokémiai öregedést visszafordítja, és olyan folyamatokat segít, amelyek rossz irányba haladnak az öregedéssel, képes visszafordítani. But that's just step one. There is much more. De ez csak az első lépés, sokkal több van ennél. This is a herb which is Trigonella fatum graecum, otherwise known as fenugreek. It's a culinary herb. Ez ki ismeri föl ezt, aki nem tud angolul ezt a gyógynövényt? Görög széna. For those of you interested in biochemistry, it is in fact it's another saponin. A fluoroszaponinok a legfontosabb hatóanyag, amelyeket itt láthatunk a képen. And when you eat this, this link here is broken, and so it's this molecule that is left, and it looks a little bit like a steroid. It looks a bit like a sex hormone. Ha önök elfogyasztják ezt a hatóanyagot, akkor ez a kötés az emberi szervezetben felhasad, és szabaddá teszi a molekulának ezt a részét, ami úgy néz ki, mint egy szexuál hormon. It is not a testosterone copy. It does not have strong sex hormone effects. It's not like taking pharmaceutical testosterone or estradiol. It doesn't work like that. Ez nem egy testosteron analóg, ez nem egy copy, a testosteron copy, nem úgy működik, mint egy szintetikus testosteron molekula, amit beveszünk. But it is enough like those hormones so that when you eat it, it gets into the bloodstream and it displaces some of the hormones, some of the sex hormones that are bound to proteins and that are inactive. And in that way, it increases the levels of free hormones. Valójában azt csinálja ez a molekula, tesztoszteronszerű hatása van, de úgy, hogy amikor bekerül a szervezetbe, a szervezetben, a szervezet saját maga által megtermelt tesztoszteront felszabadítja a fehérje kötésből, és a szabad tesztoszteron szint a vérben növekszik. So what we see, we have done two clinical trials in Australia with Amanda Rao and Professor Vitetta. Vitetta is one of the world's leading experts in this area. And what we find is a doubling of testosterone in males and a doubling of estradiol in females. Két klinikai vizsgálat is készült Ausztráliában ezzel a gyógynövénnyel, és megfigyeltünk az az, hogy megduplázza a szabad testosteron szintet férfiakban, és növeli az ösztradiol szintet nőkben. And this is also the chemistry of youth, because as we get older, in men, levels of testosterone fall, in women, levels of estradiol become less as well. És ez is a fiatalság kémiájának a témakörébe tartozik, mert a férfiakban is és a nőkben is az életkor előrehaladtával mind a testosteron, mind az ösztradiol szintje az csökken, a hormonszintek csökkennek. The loss of testosterone makes a man, in some ways, significant ways, less masculine. The loss of estradiol, what can we say? It reduces certain aspects of the femininity of a woman. A testosteron szint csökkenése a férfiakban valójában egy férfiasságbeli csökkenést okoz, és a hölgyekben az ösztrogén szintnek a csökkenése a női működések, a nőkre jellemző jellegeket csökkenti. This contributes to a loss of libido, a loss of muscle tone, a loss of drive, energy and focus. Ez csökkenti a koncentráló képességet, az energiaszintet és a libidót is. In both sexes. Mindkét nemben. And what our clinical trials show us unequivocally is that we see, this is just for the male data, an increase in free testosterone. I won't show you all the female data, but we see the same thing. What we see are improvements in all of the parameters that relate to the restoration of normal hormone levels. Azt látjuk, és a női adatokat nem vetítjük föl külön, hogy a hormonszintek kezdik visszanyerni vagy elérni a normális szinteket, a korábbi normális szinteket. This translates into increased drive, increased energy, increased libido, increased sexual activity. Very dramatic. Ez fokozott energiaszintben, libidóban, szexuális aktivitásban nyilvánul meg drámai módon. And what we have found, particularly giving this compound to couples who've been together for 20-30 years, is after two or three weeks, they come back to us, and they're like different people. They tell us it's like having a second honeymoon. Azon pároknak, akiknek ezt adtuk a kísérlet során, akik 20-30 éve voltak házasok, két-három hét múlva
odajöttek hozzánk, már mint a kutatókhoz, és azt mondták, hogy olyan, mint hogyha második mézes heteiket élnék. But of course testosterone has other effects, in particular in males it is an anabolic hormone. A férfiakban a tesztoszteronnak anabolikus sejtépítő szerepe is van. So by combining the testosterone with active AMP, you're getting an increase in muscle fitness and an increase in muscle bulk as well, if you combine these with exercise. Ha ezt a görögszéna kivonatot, az előbbi gyógynövény kivonattal kombináljuk, akkor nem csak az izom hatékonyságában és erejében, hanem az izom tömegében is jelentős változás várható. So now we're talking about the chemistry of restoring energy, restoring sexual energy, restoring physicality. Most a fizikalitás, az energia, a szexuális energia helyreállításáról beszélünk. So yes, we can give you a pill which will do a lot of good things for you, but there are some decisions that you have to make for yourself. Tudunk önöknek adni egy kapszulát, ami nagyon sok jótékony hatást csinál a szervezetünkben, de emellett az önök egyéb döntésére is szükségünk van. I'm sorry to sound so moralistic. Elnézést, hogy ennyire realista voltam. Thank you. Köszönjük szépen.